Jancsi volt a nevem, cintányér a tenyerem, orrom krumpli, szemem szín. Szeretném, ha szeretnél. Gazdag Erzsi verse lehetett a mottója a gyermekvédelmi és gyermeksegítő alapítvány farsangi rendezvényének. Nagyon fontosak a közös ünneplések, a közös rendezvények. Úgy, ahogy a család életében, mi úgy tapasztaljuk és úgy gondoljuk, hogy a gyerekek életében is. Ez is egy olyan lehetőség a közösség formálásra, az együttlétre, ahol hatást, pozitív hatást tudunk gyakorolni rájuk, ők egymásra, és egyébként pedig nagyon vidáman tudnak együtt lenni, és nem utolsó sorban ezt a hosszú téli időszakot egy kicsit elzörgetni, elbúcsúztatni, hiszen már nagyon áhítozunk a tavaszra mindannyian. Szeretjük-e hókuszpókot? Határozott igen a válasz, feltéve a mosolyog a szeme, mint a miénknek. Nagyon nehéz a feladatunk, én úgy gondolom, de nagyon sok beszélgetéssel, egyénileg, csoportosan, ráhatással, szeretettel igyekszünk a gyerekek felé fordulni. Hát most ebbe a jelmezbálba is meggyőzés, és hát mi is látja, hogy beöltöztünk, játékossággal tudtuk rávenni őket. Nehezen, most viszont le sem akarnak vetkőzni. Törpillának lenni különleges kihívás. A több csodák tetten érhetőek, tétova töprengőnek, nincs helyük. Illik hozzánk ez az egész a mese, mivel hogy én vagyok egyedül lány, a többi mint fiú, meg a házvezetőnk is olyan bolondos mindig, és így, meg mi is. Meg nagyon szeretjük a hupikék törpikéket. Nagy mulatság van itt ma. Ezerféle maskara, perdőr fordul, integet, búcsúztatja a telet. Az esély adott, és a közös találkozás megerősít abban bennünket, hogy a lakás- és gyermekotthonokban élő, illetve nevelkedő fiataloknak is jön a tavasz.